minden, ami szakmán belül, ez ma már többször is elhangzott, de hogy miről is szól ez, mi az a három pillér, amiből ez az egész brand és ez a gondolat áll, ez áll egy irodából, egy üzletből és egy egyesületből. Sármány Antónia az egyik ötletgazda beszélt a minden, ami szakmár bereg kezdeményezés elemeiről. A héten mutatták be azt az üzletet, amelyben nem csak helyi termékekkel találkozhatnak az érdeklődők, de közvetlen kapcsolatot is kialakíthatnak azokkal, akik a termékeket előállítják, valamint a szakmári és beregi hagyományokat őrzik és ápolják. Az egyesületnek valójában az a célja, hogy azt a kulturális értéket megmutathassuk rendezvényeken, azokkal a kézműveseinkkel, kistermelőinkkel, akik az üzletben vannak. Illetve nem csak azt szeretnénk, hanem én 6 évig a Magyar Kézműves Szövetségnek voltam a sajtósa, és azt gondolom, hogyha ott országosan 60 manufaktúrát be lehetett mutatni, és családokat meg lehetett szólítani, mi ennél most egy kicsit komolyabban és összetettebben gondolkodunk, és ezért vállalkoztunk erre a dologra, hogy valójában őket emberileg is bemutathassuk, illetve a mesterségeteket és a szakmákat, hogy kimehessünk a műhelyekbe, és az ő tevékenységeikről hírt tudjunk adni, kisfilmeket tudjunk forgatni, hogy például az én gyerekem is, aki az egyik 8 éves, az én gyerekeim is, aki az egyik 8 éves és 10 éves, ne máshonnan kelljen, hogy megtudják, hogy mi az, hogy mesterség, mi az, hogy kismesterség, mi az, hogy lekvárkészítés, hanem itt Szatmárberegben, ahol ezt művelik, és nagyon jól művelik, akkor ők is megtapasztalhassák, és élményként megtanulják ezeket. Az Egyesület 45-50 helyi termelőt fog össze. Szervezi a piacra jutásukat, de fesztiválokra és rendezvényekre is beajánlják őket. A kezdeményezést fontosnak tartja a vármegyei önkormányzat is. Sesztrák Oszkár vármegyei elnök azt mondta, minden olyan ötlet támogatható, amely a helyi identitást erősíti. Az identitás megtartása, erősítése az a vármegyei önkormányzatnak is nagyon fontos. A munkahelyi paktumunkban külön foglalkoztunk az elmúlt 7 évben is a helyi identitások, illetve helyi termékek fejlesztésével, és a következő 7 évben is elhatározott szándékunk benne van a tervünkben, az elfogadott uniós támogatási programban, 7,5 milliárdos programról van szó, ennek egy néhány százmilliós része az valóban helyi termék fejlesztésre fordítható a következő 7 évben marketingeszközökre. Közösen kell majd meghatároznunk a mátészalkaiakkal, a szatmárberegiekkel, hogy ez védjegyen, milyen fajta marketingeszközökkel, milyen fajta tudatosítással tudjuk a helyi termékek iránti vágyat felkelteni elsőben az emberekbe, illetve elhitetni, tudatosítani, az jobb szó, a termelőkkel, a fogyasztókkal, a potenciális fogyasztókkal, hogy ez micsoda érték a kezünkben. Mivel a Kárpát-medencei örökségünk kapott 20 kis mesterséget, életben kell tartanunk. A szolgáltató irodában a helyi termékek mellett más vidékek gasztronómiai értékeit is megmutatják Máté Szalkán.